Olá! Sziasztok! Ma sokkal kedvencét fogom elkészíteni, aminek a neve Bifana. Sárt és szelet portugál módra. Tudnotok kell, hogy nincs pontos recept, mert hogy egész Portugáliában minden egyes tartományban, részében másképp készítik. Például Portóban borral, de van, aki hagymát is tesz bele. Ma Krisztina féleképpen fogjuk elkészíteni. Most az alaphozzávalókról fogok mesélni, mert ahogy mondtam, mindent beletehetünk, de az alaphozzávalók következők. Mégpedig rántott húshoz való sertéshús, fokhagyma, babérlevél, paprika, ez például lehet akár csípős paprika is, só, sört fogok használni, és egy evőkanálnyi sűrített paradicsomra is szükségünk lesz. Következő lépésként bepácolom a húst. Ha reggel bepácolom a húst, akkor délben már főzhetem is, ezért mire is lesz szükségünk? Ugye két csipetnyi sót teszek bele, ezek után pedig édes paprikát, de ahogy mondtam, akár csípős paprika is lehet. Általában Portugáliában a fokhagymát feldarabolják, felvágják. És természetesen babérlevelet. Babérlevelet én általában összemorzsolom. És összedolgozom. Miután már bepácoltuk, a következő fázisként, mivel bármilyen olajat önthetünk, akár zsírt is felhasználhatunk, én olívaolajat fogok önteni. És bele is teszem. Itt is vagyok már a tűzhelynél. Lassú tűzön fogok főzni. Körülbelül egy órán keresztül. És hogy mire is van szükségünk most, a következő pedig az lesz, hogy beleöntöm a sört. De szép! De egy kis vízre is szükségünk van. Következik a paradicsom. Összekeverem. Miután már felfőtt, körülbelül, ahogy mondtam, egy óra múlva érdemes megkóstolni, hogy szükségünk-e van még-e sóra vagy más fűszerekre. Néha-néha azért érdemes ránézni, nem ott kifőjön a víz, vagy éppen odaégen, ezért ha látom, hogy kevés a víz rajta, akkor érdemes hozzáönteni még egy kicsit. Otthon ehetjük rizssel, vagy éppen burgonyával, de Portugáliában az összes ünnepen általában egy kis zsemlével eszik, beleteszik a zsemlébe, hozzá pedig egy kis mustárt, vagy éppen piri-piri paprikát is használnak, ami egy egészen csípős paprika. Bele is teszem a bifánát, de nagyon finomos szósz, ezért, hogyha valaki úgy gondolja, akkor egy kis szószal is megfinomolhatjuk. Az zsömlét. Ezek után én például nagyon szeretem a mustárt, és mustárt teszünk rá, meg is van. És kész van a portugál bifánánk. Jó étvágyat!